Szevasztok srácok, ez itt újra a Kodeszru, köszöntünk benneteket egy újabb videóban, amikor egy zseniális fail videóra fogunk reagálni együtt. Ha van kedvetek, könnyed mód kacagni velem és Szabolcsal, szia Szabi! Hello! Akkor légy szíves, maradjatok velünk ebben a kellemes 8-9 percben, mert többre most nincsen időnk sajnos, úgyhogy Szabikám, indítsd kérlek a videót! Indul! Woo! Azt a kurva életbe! Hát melege volt, na. Aj, és nézd meg a szüleid, meg a barátaid ott néznek, érted? Fail Army. Part 2. Ez olyan ijesztő sportág még. Azt a kurva! Mennyi csúnya szó most, bocsánat. Én is tudok tenisz. És a betonon. De hát ez hülye. Megkóstolta. Oh, hello. Szia, hogy hívják? Tönkretette azt a szart. Lovak. Jó, de lovak hülyék. Utálom a lovakat. Nem félek tőlük, mert nagyon nagyok. Túl nagyok amúgy. Jó, jó, ez nem is volt puhára fire, esett, hát puhára volt. Esett. Messzi. Upika. Kis headshot. Na? Aaaaaa! Oh! Oh. Ajaj, ez be fog borulni. Ó, oh, ne. Ez tudod milyen fájdalmas lehet amúgy. Hát biztos. Tehát miért kellett így Hát már szökni rányom. Akart az elején a kisgyerek. Aj, és pont a csajt, bazd meg! Elég sok csaj volt ott. Nem elég. Oh, hello! Mi történik? Nem tudtam, hogy most ezen nadrág van, vagy mi van? Hát reméljük nadrág volt. De ezt direkt csinálta, szerintem. Egyet több volt a szaltóhátas. Egyet több volt a szaltó. Ajaj. Csibi, Csaba! De ezt... Most nem vagyok. Szerintem ez így már nem jó. Ooooooh, és a térdére, hogy ráesettem. Össze-vissza volt minden amúgy. Beteg dolgok. Össze-vissza álltak a kezei. Össze-vissza be volt most. Hogy kerül oda egy virág? Egy fa? Szerintem az... Ajaj, ne kapaszkodj! Ez egy ilyen pálya volt, szerintem szlalomozni kell, meg ugrani. Le akarta rugni magát ez a ló. Megcsúszott. Én amúgy nagyon jó magasugró vagyok. Mert magas vagyok. Hát az most már ott marad. Szegény. Jó, mondjuk aki ilyet csinál, az meg is érdemli. Jaj. Szemöldök felszakad. Na? Ó, szép. Szép. Kis csicska. De ez milyen kis custom pingponglabda asztal volt, ilyen kis saját készítésű. Ez egy kis homemade a garázsba. És az a mellé esik, he. Szerencsére úgy esett, hogy... Ilyen furcsán, ilyen laposan. Lapos esés. No. És még a labda is fejbe verte, szerintem. Tenisz, hopp, Csaba. Hajj, olyan rosszul tud rángani az ember feje ilyenkor. Igen. Be. Nem kellett volna átugrani. Sunday League. Ő mit ugatott neki, láttad? Biztos a faszi volt, véletlenül, hogy kutya a néző. Na ezt viszont miért csinál ilyenkor a ló? Tehát nem látta, hogy ott van? Mert... Úgy, hogy automatikusan átugorja? Beveri a kezét. Nem. De, mind a kettő. Meg a fejét is beverte. Jó, hát ázsiai. Be van hunyorítva, amúgy is nem lát. Hát ez a legfurább ló, akit valaha láttam. Tengpong. Tessék, nem elég az ázsiai, ilyenkor mi van? Törnek. Hát semmi, hát fejbe lőtte. De nem érte az asztalt, ugye? Amúgy, ez jó kérdés, hogy pingpong technikailag ez most hogy van. Hát a hozzáért, hello. Hát ez az, pont ez az, hogy nem hagyta leesni. Ez nem volt rossz. Ez fun. Egyszer összejön. Nem összeszarja magát. Ah. Jop! Ó, neeeem. Ajaj, lehet. Hát faszéki ablaküveget meg lehet fizetni. Mellé. Amúgy, ja, fizesse ki. Hopp, egyik kezem már kint van. Hopp, ó, egy skorpió. Ha egy utána ritka. Aláfogott volna, Hűtos. Az tök menő lett volna. Belé. Messzi. Ampere messzi, én kell messzi. Ankara messzi, ez zseniális. Bezágjuk a legvégén valami kis bónuszként. Hát már külön megnézik egy. Egy perces reakció videó. Ankara messzi. Hopp, Csibi, Csaba. Aha. Hogy ez olyan szállalmas. Nem volt rossz, nem volt rossz. Megpróbál belekapaszkodni, nem megy. Foci. Oló! Oh. Az most csaj volt az egyik legalább? Aha.
Azért kell csak fel a srácom, hogy ott maradt volna fekve. Hát ő átugrott a nagyjából. Mindig a lóval van a baj, bázen. Ó, országúti kerékpár, legveszélyesebb sport állítom neked. Nézd meg, fekszik kell mindenki. Még az úszta meg a legjobban, akinek a kameráján vagyunk. Kapja is ki a bringát, az zsetárdabas. Most vagy megy a keród, vagy nem. Az izgi ilyenkor biztos. A motor még pörgeti a kereket. Ó! Oh, hello. Az ilyen deszkás ugrás, abban benne van a... Mekkora pukkant. Hát ez milyen mély már, a gyerek derékig belesüppet. Amúgy kajak. De szánalmas lehet. Ó, és anyád ott néz, érted? Haza se vinném a gyerekemet ilyenkor. Ott maradna az atlétika pályán. De elég szar futó technikája volt. Persze. Idióta is. De egyébként nagyon tud horzsolni a jég. Hát valószínűleg ez kőkemény. Ennyi volt? Ennyi volt. Bázzek, hát nem, hát tényleg, nem azt ígértük hát nektek az elején, hogy egy könnyed szórakozás velem és Szabolcsal. Ez nem egy könnyed szórakozás volt, Szabolcs? Veled de és velem. Nem. Dehogy nem, pontosan. Na, hát ennél könnyedebb dolgot szerintem nem lehetne kívánni az életben. Fontos, hogy 8 perces megnéljen ez a videó. Nem tudom, hogy megvan a 8 perces, de... Figyelj, az intro, outro még 20 másodperc, úgyhogy lehet még egy pár másodpercig így húzzuk itt az időt. Ja, addig megkérdeztetünk titeket, hogy van-e valami vicces videó, amit megnézzünk, hát ha belinkelitek, most hallod, az egyszer. Hangok, vagy, hangok vagytok legalább egy videót belinkelni a komment szekcióval. Igen, valami jót, valami vicceset, lehet, amit, hogy azért amit nem szeretnétek, hogy lereagáljuk. Hallszabi, lehet, hogy azért nem linkelve senki, idáig senki nem nézi a videót, itt nincs is itt most senki. Tök egyedül itt vagyunk egymással beszélgetni, nem? Lehet, hogy ez az egész egy szimuláció. Van itt valaki? Ha-ho. Ha-ho. Halló! Halló! Hallóá! Na jó, szóval jó van, szerintem megvagyunk. Srácok, ja, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ezen a könnyű szórakozás vonaton. Felszálltatok velünk a menetrend szerinti járatra. Szabolcsal most elköszönünk tőletek, de találkozunk legközelebb pár nap múlva. Hello! Csisz, papa! Tschüss Papa, 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 tschüss Papa.